Jó estét kívánok, kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Sziasztában, és hát rövidesen majd három csinos hölgyel beszélgetünk egy különleges eseményről. Hát furcsa lesz, hogy férfi ember létemre majd a sminkekről beszélgetünk, de hát ennek is megvan az apropója. Aztán ellátogatnak hozzánk majd a múzeumból néhányan, akik beszélgetnek a programokról, majd pedig egy különleges kiállításra invitáljuk Önöket, úgyhogy érdemes velünk tartani itt a Sziasztában. És akkor kezdjük rögtön a sminkkel, mert hogy hát Szigeti Fanni és Varga Kriszta gyakorlatilag azért jött, hogy egy picit beavasson minket a sminkelés rejtelmeibe, de különleges módon, mert hogy hát volt egy jótékonysági akciótok, ha jól emlékszem, egy olyan 2 héttel ezelőtt, amikor a kórház gyerekosztályának gyűjtöttetek adományt. És hát ami befolyt összeg, az gyakorlatilag elvittétek a kórházba, nagyon örültek a gyerekosztályon, és most valami hasonló kezdeményezés lesz megint a jövő héten szombaton. Rövidesen erről is beszélgetünk majd, de Fannit megkérem, hogy közben akkor a modellt kezdje el sminkelni, mert hogy neki tudom, hogy idő kell, hát egy jó sminkhez szerintem nincs annyi idő a nőnek, amennyi elég lenne, hát most egy pár perc marad csak összesen, úgyhogy beszéljünk egy picit akkor erről a szombati eseményről, hogy alakul majd? Igen, jövő hét szombaton, tehát december 10-én kerül megrendezése. Ez a Segítsünk a Szépséggel a Beteg Gyerekekért című rendezvényünk, ami a Nyíregyháza Népszerű Bevásárlóközpontjában kerül megrendezése. Csak most egy olyan speciális rendezvényt találtunk ki Fannival, ami még szerintem, tehát legalábbis én úgy tudom, hogy Magyarországon még nem volt ilyen rendezvényünk. Ez úgy fog kinézni, hogy élő hercegnőket fogunk készíteni 10-től 12-ig a bevásárlóközpont területén. Ott fogjuk őket sminkelni, és déltől pedig minden látogató fog velük találkozni. Illetve hát itt felnőttekről van szó. Felnőttekről van szó. Igen, igen, felnőtt hölgyekről, modellekről igazából. Lesz köztük Demóna, Jázmin hercegnő, Tél királynő, Hótündér. Tehát ilyeneket megpróbáltuk, amivel minden korosztálynak az érdeklődését felkeltjük. Elsősorban ugye a gyerekekét. Mivel gyerekeket támogatunk, ezért megpróbáltunk egy kicsit kapcsolódni így a karácsonyi ünnepekhez, illetve ami a gyerekeknek tetszik inkább. Viszont a felnőtt hölgyeknek is ugye kitaláltunk egy speciális elfoglaltságot ez alatt az idő alatt. Szépülhetnek nálunk, méghozzá ajándékba fognak kapni sminket és sminktanácsokat a profi sminkeseinktől, ugye, akik nálunk végeztek, profi sminkesek. Na most nagyon népszerű szokott az lenni, hogy ilyenkor, amikor kisminkeltek mondjuk egy Demónát, akkor oda mennek a gyerekek, készíthetnek közös fotót vele, stb. Stb. Hogy jön ide a jótékonykodás? Tehát hogy lehet adakozni? Például készíthetnek, pontosan jól mondtad, hogy lehet készíteni közös fotókat. Sipeki Péter fotóssal dolgozunk együtt, és ő fogja elkészíteni, aki szeretne fotókat, és minden hercegnőnél lesz egy kis dobozka, és mivel ez nem egy olyan rendezvény, mint a múltkori, hogy van belépő, hanem ezen bárki részt vett, hiszen bevásárlóközpont területén leszünk, ezért aki úgy gondolja, akkor bármilyen összeget szánhat erre. Nem kötelező. Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy ez most már a második alkalom lesz, hogy a kórházon segítsetek? Főleg hát a gyerekosztályon. A második alkalom. Ez onnan jött, hogy ugye nekem is van kislányom, és hát ha tetszik, ha nem, mindenki kerül olyan helyzetbe egyszer, hogy a kórházba kell menni. Sajnos. De ott láttam, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy vagyunk a kórházban. Hogy vannak-e játékok, tévé, jól érzik-e magukat, tisztaság van, rend van, és hogy ezen próbálunk segíteni. Ha jól tudom, a legutóbbi összegből pont tévét vettek? Igen, az igen. Meg játékokat. Igen, pont amikor ugye átadtuk az összeget, a főorvos úr mondta, hogy tévét fognak belőle venni. Na hát reméljük, hogy megint akkor lesz olyan cél, amire felhasználhatják majd. Fanni, közben már javában halad a sminkelés, igazán nem akarom megzavarni, de ez most az új, vagy ez a mostani trendeknek megfelelő ez a smink, amit készít? Igazán laikusként, férfiként igen. Kérdezem mindezt. Igen, jelenleg egy nappali sminket készítek. Kittinek, mivel fekete a haja, azért egy barnás satírt használok, és két világos színnel fogom
vagy két világos színnel fogom kombinálni. Én azt láttam most különböző kereskedelmi csatornákon, hogy nagyon sötéten sminkelnek a hölgyek. Tehát nagyon sokszor a szemük már túl sötét. Igen, én azt néztem, hogy szinte nem is látszik a szemük, annyira sötét. Ez is most trend, vagy egyszerűen csak egy sminkelési hiba? Sminkben, tehát a tél, tavasz, nyár, ősz típus is szerepel, tehát megfelelően kell kiválasztanunk a modelljeinknek, vendégeinknek. Meg tudod ilyenkor győzni őket? Tehát amikor ott bemennek hozzátok, és azt mondják, hogy én ilyen meg ilyen sminket szeretnék, és te meg azt mondod, hogy ehhez önnek nem áll jól. Igen, határozottan igen. Kozmetikusként dolgozom, és sminkelek is. Végül is, na jó. Tehát akkor elfogadják tőled a tanácsokat. Tehát igen. Meg lehet őket győzni, még ha gondolom nem is egyszerű. Meg főleg olyan programunk is van egyébként, hogy a múltkori rendezvényünkön nem csak ajándéksminket kaptak a hölgyek, hanem megtanítottuk őket. Uh-huh. Mert ugye saját a sminkiskola. Igen, sminkiskola, tanítunk sminkeseket, képzünk hölgyeket, akik magukat szeretnék megtanulni, és most a mostani rendezvényen erre nem lesz lehetőség, hanem az, hogy a mi profi sminkeseink sminkelik ugye a hölgyeket, de az előző rendezvényen több hölgy is igénybe vette azt, hogy mi megtanítottuk őket a nappalitól az alkalmi smink készítéséig. Most ez egy tök jó ajándékötlet egyébként, amit mondtál, férfi szemmel gondolkodva, vagy férfi agyal gondolkodva, hogy akkor befizethetem akár a páromat egy ilyen sminkiskolába, és mondjuk azt adom neki ajándékba. Persze, lesz is ilyen ajándékkártyánk a rendezvényünkön, szoktunk ajándékkártyát, sőt kedvezményeket szoktunk, és annak is egy részét felajánljuk. Még egyszer akkor az időpont, tehát szombaton, a plázában szombaton, a Nyír plázában december 10-én. Tehát az jövő hét szombaton. Igen, jövő hét szombaton, 10 órától kezdjük a látványsminkeket készíteni a földszinten, illetve 12 órától pedig már az élő hercegnőkkel lehet fotózkodni, találkozni, illetve a kórháznak gyerekosztálynak adományozni, aki szeretne, mivel ugye ez nem kötelező. Na hát Kitty lassan elkészül, az időnk lejárt, úgyhogy gyakorlatilag el is készült, mondhatjuk azt. Igen, még egy rúst tenni. Tehát akkor ezek szerint nem kell hozzá sok idő, egy 7-8 perc alatt egy átlagos minket azt fel lehet rakni. Mondjuk itt volt azért némi alapozás már előtte, tehát az azért fontos, azt kalkulálják bele. Tehát reggel, hogyha valaki fél órát, meg 40 percet áll a tükör előtt, akkor az lassú. Az lassú. Tehát ennél lehet gyorsabban is. De egy 10 perc alatt, egy jó 10 perc alatt, hogyha magát sminkeli a hölgy, akkor simán egy szép nappali sminket el tud készíteni. Uh-huh. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg Kittinek is, hogy feláldozta magát és kisminkelhetük, úgyhogy hát kívánjuk, hogy nagyon sokan legyenek majd a plázában, hiszen tulajdonképpen az lenne a jó, minél több adomány gyűlne majd össze. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást. És remélem, minél több hölgyet tudunk szépíteni, nem csak idén, hanem jövőre is. Köszönjük szépen! Mi pedig akkor most látogassunk el a szalagavató kupára, jöjjön egy kis ízelítő, mégpedig a Krúdi Gimnáziumból, a teljes előadást majd a hétvégén láthatják. Is it you could come and save me?
Folytatásban pedig egy különleges kiállításra invitálom önöket, Boros György kalauzol majd bennünket, akit szeretettel köszöntök. Mikita Viktornak nyílt egy fotókiállítása, aki idén lenne 60 esztendős. És hát sokan azt mondják, hogy korosztálya legtehetségesebb fotóművésze volt, mégis egyrészt méltatlanul keveset tudunk róla, másrészt a fotóit sem láthattuk az elmúlt időszakban. Hogy sikerült megszervezni ezt a kiállítást, ami ugye az elmúlt héten nyílt meg? Igen, annak, aki azt mondja, hogy Viktor volt köztünk a legtehetségesebb, annak sajnos igaza van. Régen ezt nem mondták ilyen határozottan, pedig biztos jól esett volna neki, hogy a hallja. Úgy sikerült megszervezni, hogy ez a Nyíregyházi Fotóklubnak az archívumában volt, és neki akartuk adni Eszternek, Mikita Eszternek, aki a Viktornak a lánya, és kiválogattuk belőle ezeket a képeket, és egyszer egy alkalmas pillanatban átadtuk, és azóta nála van. Hát ő a szellemi, meg mindenféle örököse ennek az anyagnak. És az volt, a kétféle variáció merült fel, az egyik az volt, hogy csináljunk egy olyan kiállítást, amilyet most csinálna Viktor, ha élne. A B-verzió az pedig az volt, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy csak azokat a képeket használjuk fel, azokat a kópiákat, amiket ő maga csinált meg a két kezével, mind a kettő mellett szóltak érvek. Ez az utóbbi maradt a szempont, mert ez egyrészt nem került pénzbe, másrészt készen volt, de nem tettünk le róla, tehát... Meg kell, hogy mondjam, hogy napi renden van, hogy ezekből a képekből egy nagyon szép helyen csinálunk egy kiállítást és egy monográfiát, amivel végleg a helyére kerülhet Mikita Viktor a kortárs fotótörténetben. Sokan azt mondják, hogy egyébként a génjeinket, meg nagyon sok dolgot a nagyszüleinktől
örökölünk. És itt ezen a kiállításon van egy különleges fotó, illetve nem is egy, hát gyakorlatilag négy fotó, amit Mikita Viktornak az unokája készített. Anélkül, igen, hogy látta volna ezeket a fotókat, és szinte hasonló látásmódon nyilvánított, illetve fotózta le ő is ezeket a dolgokat. Furcsa volt egymás mellett látni ezeket a képeket? Nagyon nehéz azt az összefüggést nem észrevenni, hogy ez a kislány, aki a Viktor unokája, milyen közeli örököse a Viktor képeinek, a szellemiségének. A témaválasztásában is, az előadásmódjában is, és az egésznek, ahogyan ajdározza, milyen szeretettel ő körülveszi maga ezeket a képeket. Engem nagyon meglepett, ezeket a képeket nem ismertem, az Eszter mutatta meg nekem, hogy tényleg milyen a dolgokat produkál az élet, a véletlen, vagy a gének, vagy nem tudom én is. Teljesen mindenféle információ nélkül gyakorlatilag ugyanúgy csinált képeket, mint a nagyobb. Téged milyen érzések fogtak el, amikor ismét a kezedben látod ezeket a fotókat? Nekem nagyon nehéz, mert mi közeli barátok voltunk egyrészt, meg én beszéltem azokhoz, akik ott összegyűltek a megnyitón, képtelenség nem visszaemlékezni. Eszter annyit kért, hogy nehogy véletlenül szomorú legyen. Én komolyan mondom, nem is emlékszem, hogy volt-e olyan pillanatunk együtt a Viktorral, amikor mi szomorúak lettünk volna. Tehát ez így abszolút nem volt jellemző a dolgainkra. És én nagyon nagyra tartottam régen is, és most is igazat adok annak, aki azt mondja, hogy korszakos képeket látunk. Meg is előzte talán egy picit a korát? Mert hogy a saját korszakában nem nagyon ismerték el, illetve hát ennek különböző más okai is voltak. Igen, két dolog volt. Az egyik, hogy mi azért stúdiósok voltunk, a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának voltunk a tagjai, ami egy nagyon-nagyon kivételezett állapot volt. Tehát például mondok egy példát, 80-as évekről van szó, kérhettünk pénzt képekre, de úgy, hogy például úgy hívták, hogy szinopszis, leírod, hogy mit akarsz csinálni, ehhez neked kell film, meg egy kis vegyszer, meg ez, meg a, de kell hozzá 50 liter benzin, meg 15 szalámi zsömle. Ezt be lehetett írni a szinopszis tervbe, és nem mondta senki, hogy hát nem lehet kajára pályázni. Hát mindenki tudta, hogy rendes fotós néha eszik, tehát így nyugodtan. Innen is látszik, hogy ez nagyon, nagyon kivételezett állapot volt. És Viktor ilyen volt, és szinopszisai voltak a stúdióban, három is, és az, hogy nem ismerték el, azt nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy Nyíregyházán nem biztos, hogy elismerték. A szakma igen. Uh-huh. Viszont a munkahelyén, hogy mondjam, nem vitte sokra, mert például egy bohém volt. És komoly dolgokat nem bíztak rá emiatt. De különben nagyon, nagyon jól csinált mindent, és hát vissza lehet nézni a Kelet-Magyarországokat, amikor ott dolgozott, hogy érte meg ő ezeket az akkori fényképeink keresztül. Hát jól csinálta, azt mondhatom. Ugye elutazott Amerikába és onnan visszatért, nagyon megváltozott? Tehát mondjuk amikor az ember kitekint egy picit külföldre, vagy elmegy, abban az időben azért főleg ugye nyugatra ritkán jártak az emberek, ez azért valamennyire befolyásolhatja. Nagyon megváltozott. Például Amerikában nekem azt mondta, hogy két vagy három jó képet csinált összesen. Mondtam neki, hogy mutassa már meg, uh-huh. Mondja, nincs mit, mert két vagy három kép. Az egyikről tudom, hogy nagyméretű dián volt, és hogy egy piros ház volt rajta. De én azt nem is láttam soha. Nem volt meg az az ihlet, mint ami itt van Magyarországon? Nem, egyáltalán nem volt meg. Pedig azért a fotóban, meg Amerikában,
Hát csak látjuk a szánkat, hogy ott mik vannak. Tehát ott technikában is. Hát mi technikában, hát mindenki kisméretű képeket csinált. Mert ha csináltunk egy nagyot, az akkor attól féltünk, hogy mellé tesznek egy német, vagy egy belga, vagy egy francia fotósnak a képeit, és egyből látszik, hogy azért mi nem vagyunk úgy eleresztve. Mikor már végül lett valutakeretünk, akkor kimehettünk Bécsbe, és ott volt egyetlen egy bolt, na ott viszont minden volt, az összes többiben semmi, ami nekünk kellett. És akkor így már meg lehetett szerezni ezeket az anyagokat. Az nagyon dobott rajtunk. Meddig látható most ez a kiállítás? December 17-én fogják lebontani, és aztán egy következő, és ráadásul újra fotó és újra nyíregyházi, és szintén nagyon érdekes kiállítás látható majd. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy itt voltál. Mi pedig akkor most programajánlóval folytatjuk. Az Artmisszió Alapítvány szervezésében Sebőkréka festményeiből nyílik kiállítás az AMA galériában december 6-án 14 órától, megtekinthető 2017. január 3-án 2-től szombatig 9 óra 30 és 18 óra között. A Csiriptanya játéktár programjai december 6-án 14 órától Mikulás készítése vegyes technikával, 7-én 10 órától Baba Angol, 8-án 14 órától adventi koszorú készítése, helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár. Adventi programok a karácsonyi ünnepkör jegyében a Szőlőskerti Angol két tannyelvű tagintézmény és a Nyírszőlősi Közművelődési Szintér szervezésében. December 6-án 16 órától megnyitja kapuit a Mikulásház, 12-én 14 órától adventi forgatag meglepetések tárháza, helyszín az intézmény tornacsarnoka. A Krúdi Gyula Art Moziban december 14-én premier előtt egy nappal vetítik a Zsivány 1-es, egy Star Wars történet című filmet 19 és 21 óra 30 perces kezdettel. A nyíregyházi Kantémusz kórus hangversenyére várják az érdeklődőket december 18-án 16 óra 30-tól az Orosi Római Katolikus templomba, a belépés ingyenes. A 34. magyar sajtófotó kiállítás december 31-éig látogatható nyitvatartási időben a Váci Mihály Kulturális Központban. Most pedig látogassunk el a múzeumban, mégpedig nem is egyben, nem kettőbe, a Kállai Gyűjteményben, illetve a József András Múzeumban, mert hogy december 1-e volt gyakorlatilag a múzeum napja itt a József András Múzeumban, és ebből az apropóból egy különleges interaktív kiállítás is nyílt. Hegyi Katalint a Petőfi Irodalmi Múzeumból, illetve Kertész Fruzsinát köszönöm szeretettel. És hát amiről beszéltem itt, hogy december 1-én megnyílt ez a kiállítás, ez egy Vörös Sándor interaktív kiállítás. Mit akar ez pontosan, hogy interaktív kiállítás? Ez egy kísérleti kiállítás volt 2013-ban, amivel elkezdtük járni az országot, és most érkeztünk ide Nyíregyházára. Ez azt jelenti, hogy 10 olyan interaktív, nyelvi, Vörös Sándor költészetével kapcsolatos játék van, ami valóban interaktív, és hogyha oda bejönnek a gyerekek, vagy a felnőttek, vagy a nyugdíjasok, akkor Vörös Sándor verseivel úgy foglalkoznak, hogy saját maguk alakítják a játékokat. Van például olyan, hogy Vörös Sándornak az állatokkal foglalkozó verseiből összeállítottunk egy csokorra valót, amiből kihagytunk szavakat. Ezek a szavak körben táncolnak a szöveg testben, vagy a test körül, és a kezünkkel el lehet kapni egy-egy ilyen szót, és hogyha megfelelő helyre betesszük, akkor az ott marad, ha rossz helyre tettük, akkor tovább száll, de ki lehet rakni egy-egy ilyen verset, vagy például ilyen egy gondolatfújás nevű installációnk, aminek az a lényege, hogyha belefújunk egy pitypangszerű plexi tartóba, akkor a betűk elkezdenek szállni, és abból egy-egy Vörös Sándor szöveg, egy-egy Vörös Sándor gondolat rajzolódik ki a falon, vagy ilyen például a vers lehívó koppintás, ezt így szoktuk mondani, hogy megjelenik egy-egy vörös vers, és hogyha azt mi ütemesen a hosszú és a rövid szótagok szabályának megfelelően lekopogtatjuk, akkor az szépen jelzi a szöveg alatt, hogy
helyesen kopogtunk-e, és hogyha helyesen kopogtunk, akkor tovább mehetünk egy másik versre, ami ennél már nehezebb, és így tovább. De ugyanígy lehet mondani azt, hogy van egy utazás installációnk, ami Vörös Sándor utazásaival foglalkozik, ahol egy világtérképen megjelennek évtizedenként azok a helyszínek, ahol Vörös Sándor járt, ami elég informatív, mert nem csak a térképen jelenik meg egy-egy város, ahol ő éppen 1936-ban volt, hanem ehhez a városhoz kapcsolódó szöveg is megjelenik, hogyha arra rákattintunk, vagy egy fényképet látunk, vagy egy kéziratot, vagy egy levélrészletet, és így tovább. A kiállításnak az a címe, hogy Megmozdult szótár, ez egy Vörös Sándor vers. Ez a vers maga is egy kísérleti vers, egy Vörös Sándorra jellemző szóalkotó vers, és ezt azért választottuk, mert itt tulajdonképpen a látogató Vörös Sándor szövegeivel úgy foglalkozik, hogy adott esetben akár változtathat is azon. Erre jó példa a Keresztöltés című vers, ami 16 szóból áll. Vörös Sándor olyan kísérletként írta ezt a verset, hogy vízszintesen és függőlegesen olvasva is vers maradjon, de miután Keresztöltés a címe, rájöttünk, hogy a keresztöltésnek a formái szerint is lehet olvasni a verset, a keresztöltést sem egyformán szoktuk hímezni, úgyhogy a végén kiderült, hogy ennek a 16 szónak szinte megszámlálhatatlan variációja van, és hogyha ezeket a szavakat összekötjük, és mind a 16 szót használjuk, akkor megjelenik az a szöveg, amit mi alkottunk, ezt elmenti a gép, és ma már jól lehet látni, hogy 10 000-es nagyságrendben vannak megoldások erre a 16 szóra. Úgyhogy azt kicsit... Ez nagyon érdekes. Igen, nagyon érdekes az egész, szerintem óvodáskortól felnőttekig, egyetemistáknak is nagyon érdekes. Az óvodásoknak például nagyon aranyos a gyümölcsversek, ahol van galagonya, van körte, alma, szőlő, és hogyha azt fölemelik, akkor megszólal egy-egy vers, amit Vörös Sándor írt ezekkel a gyümölcsökkel kapcsolatban, vagy az egyetemistáknak nagyon érdekes a versgalaxis, ami már egy nagyon komoly és komplikált Vörös Sándor verseit elemző attrakcióba megy bele, úgyhogy szerintem alapvetően mindenkinek érdekes lehet ez az interaktivitás, de hogyha valaki nem akar interaktivitásban, vagy interaktívan részt venni a kiállításban, akkor eljöhet, mert megnézheti azokat a képzőművészeti alkotásokat, ami a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdona, és mind Vörös Sándorral kapcsolatos, illetve olyan tematikus táblákat alakítottunk ki, amik hagyományos módon mutatják be Vörös Sándornak azokat a Vörös Sándor költészetének azokat a területeit, amik Vöröst érdekelték, akár a gyerekversekkel, akár a szülőfölddel. Tehát a hagyományos múzeum rész is megvan. Az is van, mert nem akartuk, hogy csalódottan menjünk. Ez például ideális lehet akár nem csak családoknak, hanem csoportoknak is. Tehát óvodás csoportok, kisiskolás csoportok mehetnek, és akkor játékos formában tanulhatják a verseket. A Kállai gyűjteményben ott a hagyományosabb kiállítás zajlik majd, vagy lesz, ez pedig a jövő héten. Igen, december 7-én. Mit lehet erről tudni, erről a kiállításról? December 7-én emlékezünk meg Kállai Kristófnak, a gyűjtemény alapítójának a 100. születési évfordulójáról, 1916-ban született, és ebben az évben 10 éve hunyt el, de most ugye december 7-én meg tudunk emlékezni a születésévfordulóról. Ez egy hagyományos kiállítás, tehát semmi interaktivitás nincs benne sajnos. A kereteink azok másmilyenek. Az a különlegesség a kiállításnak, maga az anyaga is természetesen, hogy ebben az évben már külföldön is látható volt. Lengyelországban, Jaroszláv városában volt a Bencés apátságban kiállítva, és most pedig hazahoztuk, és így itthon is szeretnénk, hogy lássa a közönség. Hiszen Kállai Kristóf, Kállai Miklós miniszterelnöknek az egyik fia, aki hát ugye 93-ban megalapította a gyűjteményt, és rendkívüli nagyértékű muzeális gyűjteményt adott a városnak, amiben benne találtatik olyan különlegességek, mint az ő világi máltai egyenruhája, hiszen Máltai Lovagok Szövetségének a tagja volt, sőt a Magyar-Máltai Lovagi Szövetséget azt ő vezette vissza a római emigrációból Magyarországra. Tehát különleges dolgok is lesznek, amiket gyakorlatilag csak ilyenkor lehet látni? Gyakorlatilag vannak olyan dolgok, amiket nagyon régóta nem kerültek kiállításra. Ilyenek a pápai emlékérmek,
amik többek között II. János Pál által kiadott eredeti vatikáni emlékérmek, ami a Lengyelországban azért volt fontos, ugye, hiszen lengyel pápáról van szó, és ott neki nagyon nagy kultusza van, és úgy gondolom, hogy ez itt is, itthon is nagyon nagy különlegességnek számít, hogy ez ennyi a birtokunkban van. Tehát ezek nem voltak kiállítva már nagyon régóta. A többi tárgy az a Kállai gyűjteménynek a törzsanyagát képezi, de ugye a külföldi tartózkodásuk miatt nem voltak kiállítva. Ez meddig látható majd ez a kiállítás? Hát reményeim szerint jövő tavaszig. Ez minden attól függ, hogy mikor kerül sor a költözésre, de ez egy másik. Ha jól tudom, a Vörös Sándor kiállítás pedig lehet, hogy ez az utolsó állomás, tehát nem folytatódik, majd itt zárul a sorozat? Ezt a kiállítást itt március 1-ig lehet majd megnézni, reméljük sok iskolás jön, de nyugdíjasok is, és utána pedig úgy gondoltuk, hogy befejeztük, a kiállítást befejezzük és letesszük, most már végül is 2013 óta van, de azóta Székelyföldről bejelentkeztek, és úgy néz ki, hogy 2017-ben 4 székelyföldi városba fogjuk még elvinni a kiállítást. Akkor aki nem akar róla lemaradni idehaza, mármint Magyarországon, akkor az most még elmehet majd itt Nyíregyházán. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok majd akkor, és hát sok látogatót akkor mind a két kiállításra. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ennyi fért a mostani Sziasztába, de ne menjenek messzire, nem sokára jövünk a Sziaszta Plusszal.